Sziasztok! Az Alfa, ezt láttuk most, és az ember-állat barátságról fogunk beszélgetni az Alfa című film kapcsán, amit most láttunk. Most jövünk a moziból, és hát vegyesek az érzéseink, a Gyuri haragszik, én kicsit kevésbé, de lássuk, hogy mivel van dolgunk. Amint az előzetesből kiderült, a Cody McPhee által alakított, a Cody Smith McPhee által alakított Keda, amint az előzetesből Az előzetesből kiderül, hogy a Cody Smith McPhee által alakított Keda, aki egy 20 ezer éve. A trailerben is láthatjuk, amint a Cody Smith McPhee által alakított Keda, aki 20 ezer évvel ezelőtt egy felső paleolitikum beli ősközösségi kis klánnak a fiatal tagja, jobban mondva állt a törzsfőnöknek a fia, vadászik, és vadászbalesetet szenved, és leesik egy nagy sziklán, a klán nyilván halottnak titulálja őt, és ő pedig arra kényszerül, hogy egyedül térjen vissza a falujába, nem várt szövetségesen el az útja során, ez pedig nem más, mint egy farkas, aki hát igen rövid idő alatt domestikálódik, és ez a történet pedig azt hivatott bemutatni nekünk, hogy hogyan lett a farkasból vált kutya az ember legjobb barátja. És ez egy mondat volt. Mit szólsz ehhez, Gyuri? Csodálatos. Csak nehezen indult. Na szóval, Gyurikám, mit mondasz a nézőinknek? Inkább először mondd el a te véleményedet. Jó, Gyuri nagyon hallgattak, tudnélik, neki nem tetszett annyira ez a film, de mindjárt elmondja majd, hogy miért, csak nem akar dühöngeni. Én azt gondolom, hogy is dühöngésre talán azért ok nincs. Kicsit többet vártunk a filmtől, főleg a rendező miatt, aki az az Albert Hughes, aki a testvérével együtt jegyzi a Pokolból című filmet, ami az egyik kedvenc filmünk nekünk, nyilvánvaló föl fog kerülni majd a Best of Pimp listára is. Szóval ez az úriember egy kicsit azért keményebb csávónak tűnik annál, mint amit most itt megjelenített a filmbe. Hát igen, kicsit softra, Disney-re sikerült, talán az a legjobb kifejezés, hogy Disney-re sikerült ez a túlélős kaland. Valahol a Leonardo DiCaprio és a Motkány kalandjai közé lehetne tenni a jégkorszakból ezt az egészet. Túl sok minden túlél a főhős, tehát hogy nem vehető komolyan a dolog, ennek a negyedét sem. Bár gondolom az ős történeti ember azért kibírt ezt az, de hát most már tényleg mondhatnál valamit te is, Gyuri. Tehát az ős semmilyen történeti ember nem bír ki egyetlen egy dolgot sem, amit ez kibír. Itt 3-4 olyan dolog történik vele, amiben mindenki belehalt. Nyugodtan beszélhetünk rá, hiszen benne volt az előzetesben is, 2 biztos. Tehát nem akarok spoilerezni, de jó. Teljesen mindegy, olyan balesetek érik, amit senki semmilyen körülmények között nem élhet túl. Hát igen, valami. De a történet is annyira szimpla, hogy én ilyet még nem is láttam. Én életemben nem láttam ennél egyszerűbb történetet. Mondtam is az Ábelnak idefele jövet, hogy az Oroszlán király az egy 6-szor komplexebb mese, mint ez, de ez egyébként semmi más nem, mint egy kisgyerekeknek készült, gyönyörű, szépen felvett mese. Egy tündérmese. Ennyi. Teljesen komolyan vehetetlen, tele van életszerűtlen marhaságokkal. Még a biológia is abszurd benne, tehát hogy az állatok viselkednek. Nem is értem. Én azt hittem, hogy ez egy komoly, izgalmas film lesz, ijesztő állatokkal, meg minden, de ez egy tündérmese. Egy eszméletlen soft. De annyira soft az egész, mint amilyen a gyereknek az arca. Tehát ugye az ember azt hinné, hogy ha visszamegyünk 20 ezer évet az időbe, ilyen zord igen. körülmények között, akkor ilyen ocsmány embereket látunk, igen. tele vannak vágásokkal, rohadt ki a foguk, és a többi. Büdösek. Én ezt akartam látni. Ehelyett kapunk egy ilyen kis baba arcú kisfiút. Komolyan vehetetlen. Valóban nem, egyszerűen nem illik oda. Nem illik oda, de ez az egész film nem illik sehova. Ja. Nem tudom, Nickelodeon nagyon jól elmenne a gyerekeknek. A gyerekeknek ez aranyos, tehát amúgy bájos az egész, meg minden, csak... Kétségkívül ez az igazság. Az a helyzet, hogy amit várnánk az őskori filmektől, amik egyébként rendre megbuknak, hogyha észrevettétek, tehát, hogy
az időszámításunk előtt 10 millió, vagy nem is tudom már mi volt a címe annak a Roland Emmerich filmnek, ami teljesen blőd volt. De ha visszatérünk még ahhoz a filmhez, tudod, ami a klasszikus film és ilyen őskori, és ilyen nagyon-nagyon szép szőkenők játszottak persze őskori tudom, viseletben, tudom. Nem tudom már mi volt a címe, de majd megtalálod. Tehát az a helyzet, hogy ezek mind nagyon gagyira sikernek, valószínűleg azért, mert ez egy érdekes korszak, ami az ábrázolását illeti. Tehát ugye, hogy annyira vissza kell menni, és annyira távolra az időbe, hogy nehéz ide jó történetet faragni. Talán ez lehet az oka, nem tudom. Én nem hiszem, lehet ide normális történetet. Persze ez is igaz, hogy miért ne bármiből lehet bármit csinálni. Ez a semmi. Ez az abszolút nulla történet. Hát egy nagyon soft, és egyébként teljesen komolyan vehetetlen túlélés sztori. Én az állat viszony miatt nem haragszom rá, azért mondom ezt, mert ugye a farkast alakító, trenírozott állat az annyira jó színész, hogy ő simán lemos mindenkit a vászorról, és nagyon jó nézni, én nagyon szeretem, amikor állatok szerepelnek a filmben, egyébként is nagyon szeretem az állatokat. Tény, hogy ezt már elsütöttük, ezt a poén. Igen, állandóan leállatozol. De tény, hogy ebben a filmben a legjobb színész a farkas. Most ez igaz. Is elég sokat mondjuk, ez igaz, de különben, hogy mit meg nem tudnak csinálni, nem? Nekem nagyon tetszett az egyik régi kedvencünkből, az Edge-ből, a medve, az is, hogy miket meg nem csinált, jó, nem? Hát fantasztikus volt a... Mi is volt a neve a medvének? Már elfelejtettem, itt van egyébként mögöttünk. Igen, a vadonfogjai. Az öreg színész. A vadonfogjaiban a medvének, akit most itt nem láttok, mert nagyon kicsiben van, annak nagyon sok... Bart the Beaver az a neve. Igen, ez egy híres medve. Híres medve, tök sok filmben játszott. Lehet egyébként ez a farkas is több film, de egy szó mint 105 jó nézni. Meg én nagyon szeretem, amikor állat-ember barátságokról szólnak filmekben, nem ez az, amit szeretnék. De egy kisgyereknek ez nagyon szép, és aranyos, és ártatlan, és de te egyébként ez szép. Tehát ez a szál benne szép, de meg még egy dolog, ami kiemelendő, nagyon szép ilyen képjelenetek vannak benne, gyönyörű a táj, meg a világ, ahogyan ábrázolva van, az szép, de ennyi. Én azt is hiszem, hogy teljesen igaza van a Gyurinak, sőt, még egy olyat is lehetne mondani, hogy ennek a filmnek az egyik főszereplője az maga a természet, mert annyi ilyen természetfilmbe illő kép van, és ezek tényleg nagyon szépek. A természet is nagyon jó színészít. Igen, igen, maradjunk ennyibe. Bár gicsbehajló azért olyannyira, hogy mondjuk amikor lehet látni az éjszakai égboltot, akkor az ilyen, ugye úgy van ábrázolva, amit az emberi szem nem láthat, tehát hogy a tejútrendszernek a középpontját is így lehet látni. Én egyébként pont azon gondolkodtam, hogy lehet azért lehet látni, mert hogy ugye ennyire visszamentünk az időbe, és semmilyen fényszennyezés nincs. Ja nem, mert tudod olyan, hogy ez a központi sáv, a mag, ami, ha augusztusban ha nézel ugye a tejút sáv felé, akkor arra felé van a központja a galaxisunknak, de a sok űrben lévő ilyen anyag miatt, meg a fekete anyag miatt egyszerűen nem lehet látni, tehát a jó, hát igen, ez is Disney-s, tehát a Disney-sített a látvány is. Igen, tehát, hogy plusz nem tudom, hogy mi volt az a csillagkép, amit követett az éjszaka folyamán, a Keda. Igen, az göncölszekérre hajazott, de nem egészen nem, úgy állt. Nagyon és nem kétlem, úgy hogy a csillagok itt 20 ezer év alatt. Változnak, tehát, hogy alakulnak, és nagyot is alakulnak, de aztnak most után kéne nézni, hogy mennyi időnként formálódik át, mert hát igen, formálódik, de nem hiszem, hogy ennyire. Mindegy, nem baj, ezek apróságok. Nem ezektől lesz egy film jó vagy rossz. Egyébként történelmietlenség talán annyiból nincs a filmben, hogy az eszközök, egyéb dolgok azok jók, bár a ruhákat megjegyeztük a Gyurival, hogy az teljesen hiteltelen. A törzsfőnök feleségének olyan ruhája van, mint hogyha Trónok harcából a Daenerys, amikor elmegy így éjszakra kb. Igen, igen. Én még nem tártam föl felső paleolitikum kori sírt, de azért azt feltételezhetjük, hogy ez a ruházat ezekkel a varrásokkal, meg ezzel a precízséggel, amit itt láthatunk, ez túlzás. Meg szerintem az ember, az akkori ember sem egészen így beszél. Tehát itt mindenki megint folyékonyan úgy beszél. Szerintem sokkal egyszerűbb lehetett a kommunikáció. Ez tehát biztos. Én nem kétlem, hogy ők igen, beszéltek, igen, igen, de nem hiszem, hogy ennyit. Meg szóval... Ilyen összetetten. Valóban egyszerűbb lehetett a kommunikáció, mert ugye erről természetesen nem lehetnek információink. Túlzásnak tűnik, meg hát kicsit gyors minden, gyors az állat megszelidülése is, de szép egyébként, persze, hát ezt nem is lehet nem szépen ábrázolni. Azt hiszem, viszont valóban többre számítottunk, hát ne is kekeckedjünk tovább, hanem mondjuk a pontozást. Attól is függ, hogy ki miért megy moziba, én adok erre most egy jó indulat, ötöt, jó, én akartam adni rá egy jó indulatú hatot, de lehet, már indult is a pofon. Megrázom megint a pofonfát. Kisgyerekeknek 8, nekünk 5. Maradjunk is ennyibe mára, nem sokára újra találkozunk, sziasztok! Sziasztok.